hal és a bor egy nagyon jó párosítás. Tapasztalat, hogy fokozza a kulináris élményt egy jól összekombinált nemes halból készült étel és egy csavakban gazdag szép bor. Az elmúlt években egyre jobban nő az igény a halból készült ételek iránt. Ezáltal az éttermekben is nagyobb lett a kínálat, és az egészséges, ízletes magyar halakból készült különleges halfogásokhoz szívesen fogyasztunk egy pohár bort is. Természetesen meg kell találni hozzá a legmegfelelőbbet. Magyarország adottságai lehetővé teszik a jó bortermelő vidékeket, mint például Tokaj, Szekszárd, Badacsony, Villány, és még sorolhatnánk. Ahol a szívélyes fogadtatásban és hangulatos légkörben fogyaszthatjuk el a hagyományos és új keletű halételeket és a hozzá jól passzoló borokat. Az év folyamán az ország különböző pontján rendeznek hal- és bornapokat, hiszen szívesen mennek az emberek olyan helyre, ahol felelevenednek a régi hal- és borhagyományok. A mai rendezvény is ilyen, mert nagy hangsúlyt fektet a hal- és borfogyasztás együttes népszerűsítésére, hiszen a bor és a hal szinte elválaszthatatlan gasztronómiai kelléke egymásnak. Van egy latin mondás, mely szerint átkozott a hal a harmadik vízben. Mert az elsőben él, a másodikban fő, és a bencés szerzetesek szerint Isten ellen való vétek lenne harmadikként is vizet inni rá. Valószínűsítik, hogy innen ered az elfogyasztott halra a borkortyolás. És hogy milyen bor illik a halhoz? A teljesség igénye nélkül nézzünk egy kis ismertetőt. Azt mondják, hogy a fehér húshoz fehér bor illik, de ez nem ilyen egyszerű. Nagy mértékben függ egy-egy hal fűszerezettségén, az elkészítési módján, hogy milyen bort választunk hozzá. Így rendkívül széles lehet azon borok listája, melyet az elkészült halételek mellé kínálunk, ami lehet üde, lágy fehér boroktól a testes, cselsavdús vörös borokig. Kezdjük a hallével, vagy közismertebb nevén a halásztével. A piros paprika kesernyés, vagy esetleg csípős ízei, a vörös hagyma, a só és az enyhén édeskés hal íze igazán harmonikusan kiegészülnek egymással. Ezért mellé száraz, testes, határozott, de finom savú borok, vagy karakteres, fűszeres vörös borok egyaránt illenek. A zsírosabb halakból készült halpörkölt után a cselsavasabb vörös borokat kínáljuk, de a túros csúszás halpörkölthöz igazán jól passzol egy száraz, testes, határozott savú fehér bor, vagy egy fiatalos, fűszeres vörös bor. Ugyanez érvényes a rántott halakra is, hiszen azokat is forró zsírban vagy olajban sütjük ki, tehát a határozott savú fehér borok mellett a karakteres, cselsavdús vörös borok is jól érvényesülnek. A hidegen tálalt főtt halhoz, hideg halsalátához a fűszerezettség függvényében választhatunk finom savtartalmú, üde és friss fehérbort. De jó választás lehet a savasabb, testesebb fehérbor is, és a füstölt halhoz is választhatunk száraz, testes fehérbort egyaránt. A sült halak például a rácmonty esetében az ízesítés és a kísérő alapanyagok ízhatása a döntő. Ezért ezeknél a testes és határozott savú fehérborok élveznek előnyt, vagy a gömbölyű, bársonyos és harmonikus vörösborok. Roston és nyáson sült halak szárazon, zsír nélkül és kevés ízhatással készülnek el. Ilyenkor jó választás a testesebb és a harmonikus savú fehérbor. Lévai Ferenc is sokat dolgozik azon, hogy népszerűsítse és megőrizze a régi, hagyományos halételekből készült recepteket. De nem zárkózik el a receptek továbbfejlesztett változataitól sem. Lévai Ferenc az Aranypont vezérigazgatója, híresen finom halakat termel. De most nem a halgazdaságban, Réti Majorban találkoztunk, hanem Szekszárdon, a Garai pincészetben. Mi ennek az apropója? Hát a szintén híres halakhoz híres borokat szeretünk volna találni, és egy jó kapcsolatot találtunk a szekszárdiakkal. Vida Péter régi barátom, és volt egy szerencsés kapcsolatunk ide még, és egy kicsit belekóstoltunk Szekszárdba, találkoztunk többek között a Garai pince igazgatójával, Bálint Zoltán úrral is, aki azt mondta, hogy te figyelj már, nekünk egy ilyen halas boros estét kéne csinálnunk. Na, a számból vetted ki a szót, hiszen ha van két egymáshoz illő szép étel és ital, a hal és a bor, hát a Garai pincénél jobb helyet erre nem találhattunk volna megismertetni Szekszárdot a halainkkal, mi pedig a borból egy merítés nyit, hiszen itt volt Szekszárdnak szinte minden híres borásza. A minden híres nem igaz, mert itt mindenki híres, és már annyi borász van, hogy bizony fél magyarországnyi hírességlista kitélne belőlük. Amit itt most csináltunk, az nem volt más, mint egy ötfogásból álló halas és boros összekóstolás, amit egy jó kis halropogossal kezdtünk, aztán egy süllőből készült erőleveskével, az egyikhez egy jó kadarkát, a másikhoz egy kellemes szép kékfrankost, aztán mentünk tovább egy gombócos halászlé felé, azt se sokan ismerték itt.
következett egy kis rántott pontszeret a tradíciók miatt, aki még a régi pontypatkóba gondolkodik, hát ha egy olyat is találunk, nagyon sokan élvezték és ezt szerették. Volt egy kis vasalthalcsánk hozzá, és a végén az asszonynak egy csodálatosan jó receptje, hiszen gyönyörű kézzel töltött csokoládékat készített, ahol a hosszabbik halacskába éppen szilvalekvár, a picibe pedig egy birsalma sajt volt, mindenhez egy kis rátétes fagy is. Én nem tudom, micsoda volt még azon a tányéron, de az biztos, hogy mindenkinek nagyon ízlett. Egy nagyon jó társaság volt itt, mint kiderült utólag, hát 100-an jelentkeztek, de a pince csak 65 fős, úgyhogy már most egy ismétlésre meghívtak bennünket. Én azért örülök ennek nagyon, mert én hiszem és vallom azt, hogy nem önmagába kell valamit eladni és reklámozni. Az gyanús mindig, egy halász a halát dicséri. Ellenben egy halász a borász borát, a borász meg a halász halát, na, de egy jó párosítás, hihető is, ráadásul egy olyan feelinget teremtett itt, hogy sokan jönnek hozzánk ennek a borélménynek a hatására, vagy vacsora hatására, és mi is szívesen megyünk olyanokhoz, akik jó borokat termelnek. Én hiszem azt, hogy a régi szlogenünk, a harra magyar, harra bor, az föl fog még egyszer éledni, mert annyira jól sikerült ez az este, hogy ennek bizony lesz folytatása nálunk is, meg természetesen még Szekszárdon is, tehát ha még egyszer a kedves vendégek úgy érzik, hogy érdemes meglátogatni Szekszárd a Garai pincét, ne hagyják ki, én is azt mondom, kiváló borok, fantasztikusan szép és korszerű pince a régi tradíciós hagyományunkkal együtt, és hát ha mi is itt vagyunk éppen, akkor persze egy jó halételt is kóstolhatnak velünk együtt. Azzal kezdtük, hogy a hal és a bor egy nagyon jó párosítás. Kis hazánkban nagy hagyománya van a hal gasztronómiának és a borászatnak is. Szerencsére a népszerűbb halléttermek vezetői arról számolnak be, hogy az utóbbi években egyre nő a nemesebb halakból készült halételek, és azok mellé pedig a szép borok fogyasztásának aránya. Ez az arány pedig akkor fog tovább nőni, ha lakó vagy üdülő körzetünkben színvonalas, jó minőségű haléttermeket találunk. Természetesen azokhoz illő borokkal. De otthon a házi asszonyok is kis odafigyeléssel remekbe szabott haliteleket tudnak készíteni, és főleg ha tudják, hogy milyen halhoz melyik bor illik, akkor akár a vendégeiket is el tudják kápráztatni. Tegyék ezt, és készítsenek finom haliteleket, és kortyoljanak hozzá szép borokat. Görbüljön a bot, viszontlátásra! A műsorunkat támogatta a Hullóházi Porcelán Manufaktúra és az Evolveo Magyarország, az Evolveo Strongfonok forgalmazója.